képkockákon jól látszik, hogy teljesen mindegy, hogy a 2006-ban regnáló baloldali kormány, vagy az éppen most porondon lévő Fidesz kormány van hatalmon, a módszer az ugyanaz. Mármint akkor, hogyha hazafiakat kell megzárni, hiszen 2006. október 23-án a tüntetőkre lovas rohamot vezényeltek, vízágyúval próbálták őket oszlatni, illetve egy gumilövedékkel sebesítettek meg jó néhány embert, még 2021. október 15-én Olasz Liszkán, ahova egy kegyeleti megemlékezésre érkeztünk, hatalmas rendőri készültséggel vártak minket, és nem elég, hogy a járművénket kutatták át egyesével, minket is megmotoztak, és csak rendőri kísérettel léphettünk be egy kegyeleti megemlékezés helyszínére. A két nagy politikai tömb annyi mindenben hasonlít, miért pont ebben különbözne, mármint abban, hogyha hazafiakat kell megzárni, hiszen teljesen mindegy, hogy tüntetők szétveréséről, vagy egy békés kegyeleti megemlékezésre érkezők megzárásáról van szó, a rendfenntartó erőket mindkét kormány erőszeretettel veti be, az helyett, hogy a rendet tartatná fent velük. Ilyen az, amikor hazafiakat vezényelnek ki hazafiak ellen, hiszen ne vitassuk el a legtöbb rendőrtől és katonától, hogy azért öltöttek egyenruhát, hogy valóban hazájukat szolgálják. Úgy látszik, hogy mi a valódi nemzeti oldal vagyunk kormányoktól függetlenül a rendszer ellenségei, hiszen mindig megpróbálnak minket ellehetetleníteni, megfélemlíteni, vagy éppen kellemetlenkedni, és ezzel venni el a kedvünket. Láthatjuk március 15-i tüntetésünkön, melyet a Mi Hazánk mozgalma kötelező lezárások ellen tartott, hogy a rendőrség hogyan próbálja megfélemlíteni valamelyik párttársunkat, illetve azt is láthatjuk, hogy rekordszámú bírságot osztottak ki milliós tételben azért, hogy az emberek ne merjék kifejezni a véleményüket. A Mi Hazánk mozgalom, amikor a valódi harmadik útról, a valódi rendszerváltásról beszél, akkor pontosan ezt érti az alatt, hiszen végre szakítani kell az eddigi dogmákkal, szakítani kell az eddigi módszerekkel, és mindennek megvan a maga helye, a maga szerepe. A rendfenntartó erőket nem a hazafiak megzállására, hanem a rend fenntartására kell használni, a hazafiakat pedig nem elnyomni kell, hanem bennük látni a haza utolsó lehetőségét és reményét. De rendszerek jönnek, rendszerek mennek, kormányok váltják egymást, de mi mindig maradunk ugyanazok, akik voltunk, és ha kell, akkor mindig a rend mellett fogunk kiállni, mindig a normalitást fogjuk előtérbe helyezni, mert ez a Mi Hazánk.